Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gyermekpresszó, az Alföld Televízió gyermekműsora, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Mai vendégeim Fábián Anett és Halász Anna, sziasztok! Két tematikát érintünk a mai műsorban, az egyik egy izgalmasabb, a másik meg lehet, hogy még izgalmasabb téma lesz, azonban egy, az másról szól, nem pedig arról, mennyire izgulunk. Az első, kezdjük a nehezével, én azt javaslom, az első a esetleges felelésből fakadó, vagy az annak során kialakuló izgalmi állapot, ami nagyon sok ember el tudna mesélni a saját életéből, a kedves nézők közül is, hogy gyerekként annak idén milyen nehéz felelési szituációkba jutott, ha mondjuk dolgozatírás volt, vagy nyílt felelés volt, hogy mennyire nehezen tudta összekapni a gondolatait, az itt csak pusztán az izgalom miatt, tehát nem a nem tanulás miatt. És arra lennék kíváncsi, hogy nálatok ez hogy van, hogy kezelitek ezt, illetve mennyire vagytok egyáltalán izgulós típusok. Kezdjük ezzel. Anett, te mennyire vagy? Hát én nem vagyok túl izgulós típus. Dolgozatokra nem igazán szoktam stresszelni, mert hát otthon megtanulom a dolgokat, és hát az általában nem vagyok túl stresszes, tehát elő szokott jönni minden. Tehát nincs az, hogy lefagysz, amikor kérdeznek nem. Valamit. És ezt szerintem abból fakad, amilyen úgy alapvetően vagy, vagy abból, pusztán csak abból, hogy fel vagy készülve, tehát magabiztos vagy, és tudod, hogy... Hát szerintem alapvetően is ilyen vagyok, kicsit. Anna, te? Hát én nagyon-nagyon izgulós típus vagyok, és amikor dolgozatírás van, akkor van olyan, hogy 2-3 percre abba hagyom, mert nem bírok gondolkodni, és kikapcsol az agyam teljesen. És akkor hogyan tudod magad rábírni, hogy folytasd tovább? Mert ugye ilyenkor van egy pánikérzés, ez nálunk is van felnőtteknél, tehát nem csak nálunk gyerekeknél, hogy ha olyan szituáció van, amikor az ember elveszti ezt a bizonyos fonalat és leáll, akkor van egy ilyen pánikreakció, hogy úgy csinálni kéne, hiszen van egy időhatározó is, tehát örökké nem lehetett dolgozatot írni, hanem megvan adva, gondolom nálunk is úgy van, hogy x idő alatt be kell fejezni ezt a bizonyos témát. Ilyenkor mit csináltok? Tehát pont a múltkor beszélgettünk itt két másik ilyen kedves gyermekkel, mint ti, és hogy ezzel nevetgéltünk, hogy nekünk gyerekkorunkban azt mondták, hogy ha viszel egy csokoládét a mondjuk dolgozatírásra, akkor az majd serkenti az agyműködést, és az egy kicsit jó hatással lesz az általános fiziológiai állapotodra, és nekünk annak idején a tanárok ezt megengedték, nem tudom, hogy van. Na nekem soha, de soha nem segített semmit, tehát amit nem tudtam, hiába tettem meg 4 tábla csokit, akkor sem tudtam, tehát ez a módszer nem volt jó. Esetleg van valami, ami nektek ilyen titkos bevált? Hát nekem nincsen, de ezt a csokisat, ezt mi is kipróbáltuk, de nekünk se vált be túlságosan. Hát én megmondom magamnak, hogy akkor most haladni kéne, és nem kéne leállni, és így akkor folytatom tovább valahogy. És amúgy ez az izgulás, ez a, úgy általában is van ilyen érzeted, vagy ez csak ilyen konkrétan iskolai dolgokra? Általában is van. Értem, de ez nagyon érdekes, mert, és ezt el kell, hogy mondjam nektek, nekem volt olyan gyerekkori ismerősöm, aki gyakorlatilag egyetlen felelésnél sem nagyon tudott megszólalni, noha tanult és készült, de szinte szót nem tudott kijönni, olyan izgalmi állapotba került, és annyira borzasztóan, hogy akarta, hogy jó legyen. Tudjátok, mi lett belőle felnőtt korában? Színész. Kitaláltad volna, nem? Hogy színész lett? Hát mi is nagyon meglepődtünk, de valóban így volt. És volt olyan osztálytársam, aki meg hallatlanul hát olyan lökte a szót, hogy ilyen próbálok ilyen 21. századi vagány nyelvet alkalmazni, amennyire sikerül nekem. Szóval hát volt dumája rendesen. És amikor találkoztunk 25 év múlva érettségi találkozón, akkor meg semmi van nem volt vele egyébként, de egy átlag sofőr volt. Tehát amit még gondoltam róla mondjuk 5. koromban, tehát most a sofőrség is nagyon szép, csak én azt hittem, hogy ő viszont esetleg színész vagy valami előadó művész lesz, abból kiindulva milyen volt. Úgyhogy ez sem pró, se kontra nem jelent semmit, de azért örülök, hogy ilyen nyílt és őszinte érzelmekkel viseltettek így a dolg iránt, mert a következő tematika, amit felvetnék nektek, az egy sokkal másabb lesz. A mosoly, a kikapcsolódás és a kommunikáció világára szeretnék rákérdezni. Azt azért tekintve, hogy nekem is van gyermekem, sokszor látom, hogy nem pontosan úgy, tanulás után nem pontosan úgy pihen egy gyerek otthon, mint annak idején mi pihentünk. Nekünk volt egy ilyen, most lehet, hogy nevetni fogtok, bár lehet, hogy emlékeitekbe, vagy mondjuk az anyukák elmesélése szerint megvan ez a történet, de körülbelül annyi volt a sztori, hogy végett az iskolának, tegyük fel, hogy volt napközi, megtanultuk, amit meg kellett tanulni, belefért esetleg az udvaron egy kis futball, vagy valami, hát ugye fiúk voltunk, nekünk inkább az ment. De aztán volt ilyen, hogy esti mese. A televízióba. Tudjátok, hány tévé csatorna volt? Hát talán egy. Hát egy, aztán kettő. Értve mi tudtuk a románt fogni, de az nem volt nagy öröm senkinek, tehát körülbelül így álltunk fel. Na és most azon az egy adón, vagy másfél adón volt egy esti mese. Azt 7-kor megtekintettük, amiből nyilván nem lehetett választani, hogy most jó mese, rossz mese, meg hánytól adják a jót, mert csak egy darab volt minden este. Majd irány fürödni és lefekvés. És minden nap ez volt. És mi azt hittük, hogy
hogy hát ez ennek így van, ennyi, én ezzel nincs mit kezdeni. És most, mikor látom, hogy mondjuk az én kislányom mennyi minden közül választhat, akkor egy kicsit el vagyok képedve, plusz kíváncsivá is leszek, egyrészt azzal kapcsolatban is, hogy ő mit választ, de mintha most nem bele beszélgetek, hanem beletek, most azzal kapcsolatban még kíváncsi, hogy ti mit választotok. Tehát hazaértünk, tanulást letudva, hogyan szórakoztok, hogyan kapcsoltok ki egy kicsit, min keresztül? Hát én a telefonomon, ugye, hát a YouTube-ot szoktam, bár szerintem ezzel sok mindenki így van. Hát én ilyen animációs dolgokat szoktam nézni, mert ez engem nagyon érdekel, tehát én is sokszor csinálok animációkat, és hát vannak ezek a mémek, amiket nagyon szeretek, hogy mondjuk van egy ismert zene, vagy valami dalszöveg, és hát arra ilyen animációt csinál valaki, és ez... Értem, de erre van egy program? Most úgy beszélj velem, mint aki teljesen sötétebb hát, a tekintetben. Sok tehát... program van. Uh-huh. Tehát van, amit én használok, az kifejezetten telefonos program, van, ami számítógépre való, de van olyan, amit a rendes rajzfilmek, tehát azokat a rajzfilmeket is ilyen programokkal készítik. Aha, értem. Csak az már nyilván ilyen magasabb szintű. Igen, tehát akkor ezekhez kell valamilyen gyakorlat vagy tudás, tehát azért, hát, tehát ha csak kezembe adnád, akkor tudnék vele valamit csinálni szerintem? Hát, hogyha jól tudsz rajzolni, akkor nem tudok jól rajzolni, ilyen. Nagyon rosszul rajzolok, borzasztó, fakezem van. Hát végül is pálcika emberekkel is lehet. Hát igen, az olyan ilyen posztmodern, ilyen nagyon érdekes. Értem, amit mondasz. Oké, aztán más. Kommunikálni, hát, hogy kommunikálsz például a barátnőiddel? Hát ilyen Viberem, tehát Viber. Igen, vagy nagyon ritkán szoktunk mást is használni. Hát ott rendesen írunk egymásnak, meg szoktunk egymásnak, hát hangüzeneteket ritkábban, de mi is szoktunk ugye olyat csinálni, hogy bemondatjuk a telefonunkkal, tehát amit mondunk, azt leírja nekünk a telefon. Na most a kedves nézők felé fordulok, tehát nem tudom, hogy ez mindenkinek egyértelmű-e, nekem azért nem volt az, hogy tehát már nem, még csak nem is pötyölnek ezek a fiatal hölgyek már itt a telefonjukon, hanem ugye akkor az úgy működik, hogy ide tartod, vagy egy picit lehet messze is, hogy gondolom az a készülék, mondasz valamit is, azt elküldi üzenetbe a másiknak, ugye? Hát igen, bár én azért is szeretem, mert van, amikor nem is írok senkinek, csak felveszem, mert általában van, amikor ha valamit félreért, akkor nagyon vicces dolgok szoktak kijönni belőle, tehát így. Értem. Anna, te milyen csatornákat használsz? Hát én általában ugye hazamegyek, és leülök egy kicsit enni, például almát, vagy műzlit, vagy valamit. Utána bemegyek a szobába, előkészítem a másnapi, ugye ami kell a tanulásra, utána pedig vagy felmegyek oda az ágyamba, és akkor ott YouTube-ot nézek, vagy valamit, vagy pedig játszok az öcsémmel valamit, vagy bemegyek a nappaliba, és akkor beszélgetek. Oké, akkor van egy közös nevezőnk, jelesül most az a videó megosztó, amit mind a ketten említettetek, azon mit néztek? Tehát zenét, különböző youtubereknek, vagy megmond bloggereknek, vagy megmondó embereknek, nem is tudom, hogy kell őket már hívni, annyi minden, vagy annyi minden nevük van ezeknek. Szóval ezeknek a videósoknak a produkcióit nézitek-e, vagy mondjuk klippeket, vagy mindent? Hát én szoktam ugye ezeket az animációs mémeket, vagy hát van egy ilyen animációs sorozat, bár ennek már vége lett, de én azokat vissza szoktam nézni, tehát egy ilyen animációs sorozatot, meg hát szoktam ilyen youtubereket is nézni, vloggereket mondjuk kevésbé, de őket mi a különbség, mert én nem tudom. Tehát hát, nem vizsgáztatni akarok, csak én nem tudom, hogy tehát mind a kettő ilyen videoblogot csinál, nem? Vagy nem? Hát végül is igen, de van, tehát a vlogger, az kifejezetten úgymond magáról, ha mondjuk elmegy kirándulni, vagy kipróbál valamit, vagy arról szok. Ja, értem, hogy levegy kávéért, vagy valami történik vele, vagy... Igen, de vannak ugye olyanok is, akik mondjuk kipróbálnak egy játékot, egyébként azok is szoktak jók lenni, mondjuk azt már inkább később, vagy régebben néztem olyanokat, most már nem annyira, de azt is szoktam még néha. Hát én youtubereket szoktam nézni általában, meg néha zenéket hallgatok. Igen, és akkor képzeld el, hogy van egy ilyen élemedett korú ember, mint én, és akkor ilyeneket hall mondjuk a kislányától, aki veletek egy korosztály, ugyebár nem titok, hogy X youtuber, vagy nem tudom, az megprankelt valakit. Ja. Ez mit jelent konkrétan? Hát a prankek azok ez általában... Ez átvágás? Vagy igen, ilyen átveréses átveréses? És úgysem szabadultok tőlem ilyen szempontból, hogy tudtok olyat mondani, mindegy, hogy zenében, videósban, teljesen mindegy, akire azt mondjátok, hogy igen, nagyon sok mindenkire felnézek, sok mindenkit kedvelek, sok mindenki a produkcióját szeretem, de ő vagy ők azok olyanok, akik azért kiválnak a többi közül. Tehát én kezdem én, jó? Én futballmániás vagyok, tehát sportmániás vagyok, nekem mondjuk
Lionel Messi egy labdarúgó, ő ilyen ember, aki oké, hogy sok jó labdarúgó van a világon, de én azt mondom, hogy ő azért egy más kategória, nem is az én érzelmeim szerint. Van ilyen nálatok? Hát nekem van ez a sorozat, ez az Ed's World, ez a címe, mert Ed világa, csak hát ez Londonból származik, és hát ennek a készítője már meghalt sajnos, és hát én őre eléggé felnézek, mert abban az időben, tehát ilyen 13 éves videója is van, és hát ő ilyen rajzfilmszerűségeket készített, bár ezt nem adták le tévébe, de én azért nézek fel rá, mert tehát 13 éve azért még nem voltak olyan rajzfilmek se szerintem, ami olyan fejlett volt, vagy ilyesmi. Értem, hogy technikailag azért mások voltak, mint a mostaniak. Igen, és hát ő is egy egyszerű ember volt, de nagyon sok mindent elért az életben. Tehát Londonban, mert hát ő ott született, ott van egy saját ilyen boltja, meg ilyesmije is. Olvasás? Kedvencek? Hát nekem az olvasás általában vagy a Borit szoktam néha olvasni, vagy nagyon-nagyon gyakran a Geronimo Stiltont szoktam. És rengeteg kötete megvan, és amikor unatkozok, vagy már abba hagytam a telefonozást, akkor pedig olvasni szoktam a Geronimót. Nektek még nem kötelező mondjuk a Harry Potter, vagy ilyesmi? Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Mert hát, én egyet sem láttam belőle, mert nem is Harry olvastam. Potter, hát én még nem olvastam. De hát filmnek részletét látom, de nekem egyébként vannak a legjobb barátaim. Hát ők nagyon szeretik, tehát egy táborban a szobatársaim voltak, mind a ketten nagyon szeretik a Harry Pottert, szóval azon az egy hét, tehát az egy hét alatt én is nagyon sok mindent megtudtam róluk. Hát az a lényeg, van benne egy fiú, és akkor jó, valami varázsiskolában. De igen, nem csak, annyira, tehát hogyha van egy csomó olyan, képzeljétek el, egy csomó olyan vita a sajtóban, meg szakemberek között mondjuk tanárok, meg pedagógusok között, hogy arról szoktak sok oldalon, sok száz oldalon keresztül vitatkozni gyakorlatilag, hogy mondjuk mit kéne olvasni egy mondjuk ötödikes gyermeknek. És ebből nagy vita van, hogy most azt kell olvasnia, amit mi annak idején olvastunk, hogy a kötelező olvasmányokat, én most meg nem mondom, hogy ötödikben pont mi volt a kötelező, de a nagy klasszikusokról beszélünk, akiket magyar órán általában tanítanak. Vagy azt kell olvasni, hogy a korunk irodalmának a kedvenceit, legyen az mondjuk Harry Potter, meg ilyesmi. Ti ebből éreztek valamit ebből a vitából? Tehát, hogy valami átjön nektek? Vagy teljesen egyértelmű, hogy mi a kötelező olvasmány? Van még olyan, hogy kötelező olvasmány? Persze, igen. Az nyaranta van. Igen? Igen. És akkor ott mit kell csinálni? El kell olvasni? Hát, igen, hogy olvasónapló? Ilyen van? Igen. Hát nekünk most, ugye én most hatodikos vagyok, tavaly voltam ötödikes. Nekünk ilyen labbukot kellett csinálni. Az hát körülbelül olyan, mint egy olvasónapló, meg egy plakátnak a keveréke. Tehát ugyanúgy vannak szereplők, meg események, tehát ez a tipikus dolgok, ezek benne vannak, de gyűjteni kell érdekességeket, mondjuk gyűjteni kell a török ételeket, török szokásokat az internetről. Tehát így az is hozzátartozik. Értem. Nálatok? Nekünk most a Pár utcai fiúkat kellett olvasni, és én leírtam például a szereplőket, a helyszíneket, és ugye leírtam azt a fő helyszínt, ahol ugye játszódott ez az egész történet, és akkor az alapján pedig el tudom mondani a tanárnak, hogyha például kérdez, hogy mi hol volt, milyen szereplők voltak, és ilyesmi. És egyébként hogy tetszett a Pár utcai fiúk? Már csak amiatt kérdezem, mert hogy hát mondjuk a végén nem egy ilyen pozitív hollywoodi sikersztori, hogy hát mondjam, ugye nem ezt szoktuk meg, legalábbis a mesékből, a Disney produkciókból általában nem az szokott kiderülni, hogy a végén azért minden jóra fordul. Sőt, hát a legtöbb magyar népmesében is azért a végén többnyire jóra fordul, de pont ebben a regényben ez téged egy meglepett, vagy tudtad, már sejtetted, hogy ez lesz a vége, vagy mondtad? Nem, meglepett egy kicsit. És egy kicsit megakadtál rajta, vagy hogy élted ezt meg? Hát kicsit megakadtam a végén, így, hogy akkor te így fejezted volna, de mondjuk, ha te fejezed? Nem. Nem. Ennél az egy kicsit pozitívabb. Igen. És van még egy, ami csak részint kapcsolódik ehhez a technikai dologhoz, amikről beszélgettünk, hogy arról is sokat hallani, és mondom, én lehet, hogy ti pont nem ilyenek vagytok, tehát nem tudom, de arról is sokat hallani, hogy nagyon nem mindegy, hogy ezekhez a kommunikációs csatornákhoz, ezekhez a videókhoz, stb. Az ember milyen eszköz használ. Most nem kell cégnevet mondani, vagy nem kell márkanevet mondani, de hogy ez egy fontos nektek? Tehát, hogy milyen telefonod van, milyen tableted van, milyen, így gondolom hát csak. Tehát hogy mondjam, számít egyébként? Hát attól függ, mert én ugye nagyon szeretek animálni. Tehát, de oda meg akkor lehet, hogy kell olyan, ami... Igen, tehát én azért örülök neki, mert most papától kaptam egy új telefont, amit ő is kapott, és hát annak azért nagyobb a kijelzője, mint a mostani, és hát nekem ez olyan szempontból jó, hogy azon könnyen megrajzolni.
Értem, tehát ilyen szempontból számít. Igen, de szerintem végül is annyira sok lényege nincs, mert nagyjából minden telefon ugyanazt tudja. Tehát... Hát igen, csak mondjuk arra gondolok, hogy például ezelőtt egy pár évvel volt egy ilyen nagyon, nem is tudom, honnan számozó gondolatom, mai fejjel már nem is nagyon értem, de akkor nem tudom, biztos a lányomnak akartam imponálni, vagy nem tudom, de gondolkodtam, hogy miért nem csinálok én egy ilyen videócsatornát, mert ez úgyis divatos itt a fiatalok között, és kicsit utána néztem, hogyha mondjuk nem ezt a alap dolgot csinálom, hogy bekapcsolom a telefonnak azt a kameráját, ami felém néz, és akkor ott valamit ezzel az izgő, mozgó, remegő képpel kezdek, ami azért nem egy profi produkció, legalábbis képileg, akkor milyen, mennyibe kerül egy olyan eszköz, sztár, vagy ez pár eszköz, ami ahhoz kéne, hogy egy viszonylag normális minőségű videót. Most nem úgy, hogy 8 kamera, meg drón, csak egy viszonylag normális. Hát megmondom őszintén, rácsalálkoztam. Nem kevés pénzek ezek, tehát ez elképesztő összegek. Igen, nagyon drágák. Hát mi is barátnőmmel, mert ő is nagyon szeret rajzolni, pont most pénteken elmentünk a m***ba, hogy néztünk ilyen, hát ilyen rajz padokat, vagy pedeket, amin ugye lehet rajzolni, ez kifejezetten arra van, hát de ott is több százezer forintosak, tehát jó, nyilván gondolom a legdrágábbak voltak, vagy így a, nem a legolcsóbbak voltak kiállítva, de nagyon, nagyon sok pénzre kerül. Egyébként még az is érdekes, hogy ugye most mondjuk a 21. században lehet, hogy ez egyáltalán nem változott mondjuk 40 évvel ezelőttről, de hogy mondjam, a példaképek, vagy amit az ember sejt, vagy a gyereknek a példaképei, azok általában mondjuk vagy sportolók, de leginkább előadó művészek, tehát vagy énekesnők, vagy színésznők. Nektek vannak olyan ilyen dédegetett álmaitok, mint mondjuk nekem is, mert én nekem két dolgot tudtam elképzelni, ami leszek életemben, az egyik a focista, nyilván nem lettem, másikben rockstar, azt se lettem, másikben is tudok zenélni, tehát, ja, és énekelni se tudok, tehát nehezen lehettem volna rockstar, hiszen egyikhez sem nyitott túlságosan, de egyébként van ilyen bennetek, hogy azért egy ilyen nyitottabb, vagy ilyen nehezebb világban is kipróbálnátok magatokat? Hát én talán színész szeretnék lenni, meg néha gondolkozok még egy kicsit az ilyen animációs dolgokon, mert hát igen, azt nagyon szeretem, de van olyan iskola, ahol külön ilyen szakot tanítanak, meg hát a színészség felé meg mondtam anyáknak is, hogy ilyen színjátszókörbe jelentkezni szeretnék, hogy esetleg már így gyerekkorban is, hogy kipróbálom, és hogyha tetszik, akkor esetleg majd felnőtt koromban foglalkozhatok azzal. Ja, de ez jó előszobája ennek a tevékenységnek, amit most csinálsz, hogy beültél egy tévéstúdióba, és itt beszélgetünk. Anna, neked? Nekem nincs ilyen, hát eldöntöm majd abban a korban, hogy mit szeretnék lenni, de álmom nincsen, hogy még mi szeretnék lenni. Hát egy profi sportolóval beszélgetünk gyakorlatilag, mert általában ez úgy szokott lenni, az ember hiába álmodozik, nem fog megvalósulni semmi, ha nem tesz érte. Hát hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó volt veletek beszélgetni. Sok sikert mindez, ami rátok vár az életben. Nézőknek köszönöm a figyelmet, minden jót, viszlát!